Sziasztok, üdvözlöllek titeket, ez a 41. epizódja a 21 Bitcoin Podcastnak. Mai vendégünk Dávid, aki egy csomó mindent fog majd mondani itt nekünk a Bitcoin fejlesztésről. Az ő Bitcoin történetébe is beavatt szerintem mindenki. Szia Dávid, szia Árpi, üdvözöllek titeket. Sziasztok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat és titeket is. Nagyon sok minden történik itt az elmúlt napokban a Bitcoin házatáján, de a 21-hez híven mi inkább egy ilyen beszélgetésbe folynánk bele, mégpedig Dáviddal, aki hát honnan indítsam a történetedet? Inkább indíts te, mert akkor hiteles ez az egész. Nem? Hogy keveredtél a Bitcoin világába? Hát és szerintem az fontos, hogy igen, tehát hogy mivel foglalkozom. Igen. Én alapvetően szoftverfejlesztéssel foglalkozom, úgyhogy ezt meg is tartottam, ahogy bekerültem a Bitcoinba, tehát nekem egy teljesen hétköznapi állásom volt, mint a Neo-nak a Matrixba, tehát egy szoftverfejlesztő cégnél dolgoztam, és akkor egyszer csak fölhívott Morpheus, aki a Fitchor Ádám volt, a Nokora 73, és mondta, hogy lenne egy projekt, ami érdekes lehet számomra. Mi egyébként már 10 éve ismertük egymást az előtt. Tehát kickboxolni jártam, és ő is egyszer csak megjelent ott a kickbox órán, és akkor elkezdtünk beszélgetni, ez még ilyen 2010-11 környékén volt, és voltak ilyen csapatépítők így az edzés után, ilyen jó kis levezetős örözések, és akkor ott elkezdtünk sport beszélgetni, emberek. És ott kiderült, hogy ő szoftverfejlesztőnek tanul, és hát akkoriban egy kis cégnél, egy közepes méretű magyar cégnél dolgoztam, végül is ilyen 20 ember, tehát nem tudom, közepes méretűnek mondaná, és gyűjtögettem az ilyen olyanokat, akik beláttam, tehát hogy ilyen juniorokat a céghez, és akkor az Ádámot is mondtam, hogyha van kedve, akkor jöjjön be, aztán dolgozzon ott akkor. És akkor, mint junior, ő becsatlakozott a céghez, és akkor ott egy idő után egyre nagyobb projektekbe így tudtam őt bevonni, mert hogy nagyon jó képességekkel rendelkező fejlesztővé kezdett válni, és akkor együtt dolgoztunk ilyen nagyobb projekteken, mint a Tesco-nak volt egy ilyen nagy rendszere, meg a Szombathelyi Börtönnek, meg ilyen dolgokon dolgoztunk, tehát voltak ilyen, tehát nagyon változatos, tehát ugye jó magyar céghez híven, abból éltünk, ami jött. Igen, és akkor teljesen változatos dolog volt. Az előnye az volt, hogy nagyon ilyen MacGyver, tehát ilyen rugalmas fejlesztést követelt meg ez a dolog. És akkor ott együtt dolgoztunk. Tehát végül is én voltam ugye a mentora, és akkor ő meg betanult fejlesztőnek. Aztán később ő elment, és akkor évekig így nagyon ritkán ilyen üzenetváltások voltak, elutazott, és szerintem ő akkor keveredett bele ebbe a Bitcoin körbe, meg emlékszem, hogy ő Ázsiába járt, és akkor így, azt hiszem ez nem titok, hogy az így a Wasabi, mint név, ugye, mint ahogy valaki ismeri ugye a szoftvert. Igen, ő már volt nálunk adásban, kétszer is ugye a Nópara. Igen, és ott volt egy ilyen probléma, hogy neki van egy távmunkát, találtunk neki, hogy tud távolról is bedolgozni a céghez, hogy legyen bevétele, addig, amíg így utazgat, de Kínában nem tudsz küldeni pénzt. Uh-huh. Tehát, hogy tudom neki odaadni úgy a fizetését, hogy az bárhol is van, az elérje őt, mert ráadásul Kína, Tájvan, meg itt, tehát ezek mind külön régiók, szerintem a banki szabályozás is különbözik. Mi így Európában ezt nem tapasztaljuk, de például már Szerbiában már érdekes, tehát ott már nem egyértelmű, hogy küldöd el a pénzt, csak mondok, és itt van tőlünk egy határnyira, tehát például múltkor akartam küldeni, és azt javasolták, hogy az American Express-szel tudok leküldeni pénzt, hogy utalni bankkártyáról bankkártyára valamiért nem szerencsés. Na most képzeltetek Ázsiába. És akkor bitcoinnal oldottuk meg, tehát akkor mindig ez a kis cég, ez vett bitcoint, és akkor azt küldtük el, és akkor így. Tehát, hogy ez egy nagyon végtelenül praktikus kényszer volt, hogy ez a megoldás, ez így megszülessen. Ő biztos, hogy más területekkel is foglalkozott, tehát nem tudom, hogy ez volt neki a fő
amikor belépett a Bitcoinba. De a lényeg az, hogy volt közöttünk egy ilyen kooperáció, és akkor így ismerkedtünk meg, és ő később visszatért, 2018-ban, mint Morpheus, és akkor ő behívott, hogy válasszak, hogy maradok a izénál, az eddigi világban, ahol éltem, a rendszer, mint egy fogaskerék, vagy itt van a narancs kapszula, döntsem el, hogy mit akarok, és én pont akkor határoztam el, hogy belevágok valami nagyban, mert 10 éve dolgoztam ennél az újpesti cégnél. Nagyon jó volt egyébként, csak úgy éreztem, hogy váltanom kell. Jött ez a lehetőség, és akkor elkezdtem ugye fejleszteni, meg beledolgozni ebbe az egész open source történetbe, így belekóstoltam, plusz Bitcoin, és ugye együtt dolgoztunk a Wasabi Walleten. Így közösen. Nekem ez volt a belépési pont ebbe. És tehát onnantól... én mint fejlesztő mentem be, és mondta az Ádám, hogy ez sima fejlesztés, ha contributolok, akkor lehet, hogy ennek lesz valami jutalma, és akkor ugye ott az volt, hogy akkor ilyen végül is ilyen donation, tehát hogy az, hogy ahogy contributoltam, ugye én is ebből valamennyit profitáltam, és akkor nekem ott jelent meg az első bitka, mondtam, hogy jó van, hát akkor nézzük meg. Hát legfeljebb, ha ez a Bitcoin, ez ilyen kamu nem működik, akkor legfeljebb akkor elmegyek egy multihoz, igen, vagy valami más munkát vállalok, és akkor visszatérek. Bocs, ez gyakori út, nem, hogy az open source fejlesztők közül kerülnek ki Bitcoin fejlesztők, vagy Bitcoin irányultságú fejlesztések. Tehát elég sokan jöttek így. Én closed source fejlesztő voltam, akkor mondjuk így, és ugye a Bitcoinba találkoztam azzal, hogy itt máshogy nem lehet fejleszteni, csak open source-ba. Mert ahhoz, hogy ez a hiteles, ugye don't trust, verify, úgy tudod elnézni a szoftvert, hogyha látod a kódot. Még akkor is, hogyha nem te látod a kódot, nagyon sokan látják a kódot, és azok az emberek, mivel nem jeleznek, hogy ez egy kamu szoftver, ezért az embereknek a bizalma megnő azon irányába, hogy ez a kód, ez valóságos. Tehát ez csak így tud működni, én nem tudok elképzelni olyan kis projektet, vagy bármit, ami ki tud nőni, anélkül, hogy a kliens, legalább a kliens oldal ne lenne nyílt forráskódú. Egyébként ezt az utat javaslod is a jövő kis fejlesztőinek, akik most esetleg valamelyik ágával küzdenek, hogy menjenek el nyílt forráskód irányba? Tehát jó ez? Szerinted? Szerintem fantasztikusan jó. Nagyon-nagyon jó. Csak az vágjon bele, aki nyitott a változásra. Ez nem olyan fejlesztési kultúra lesz, amihez hozzá szokik az ember egy cégnél. Tehát itt tényleg a világon, hogyha megfelelő méretűvé növekszik a projekt, akkor itt az emberek esetleg hozzászólnak, adott esetben lehet, hogy kritizálják azt a kódot, amit írsz, amit egy cégen belül azért nem biztos, hogy megkapsz, mert valaki átnézi, azt mondja, hogy jó, vagy lemegy egy teszt, egy nagy teszt csomagon keresztül, átmegy a te változtatásod, és előbb-utóbb egy-két év múlva bekerül mondjuk, amit csináltál. Ugye itt az open source-ban ez turbó, tehát itt lehet, hogy 3 hét alatt jön a pofa. 40 változás bekerül a szoftverbe. Ez egyrészről a sebessége, másrészről ez a transzparencia, hogy mindenki látja a kódodat, rá is kényszerít arra, hogy dokumentáljál rendesen. Tehát ez sem feltétlenül mindig van egy kis cégnél, nincs rá idő. Itt viszont kell, hogy legyen rá idő, dokumentálni kell. És a harmadik az meg az, hogy tényleg egy olyan szabadságot ad ez az egész, hogy open source, hogy valahogy az egész közösség máshogy működik. Nem az, hogy van egy főnököd, meg van egy alattvaló, és akkor annak van még egy alattvaló, és akkor így lefelé, most bocsánat, ez csak viccesen mondom, tehát hogy vannak menedzserek, és akkor teszterek meg, hanem egy kicsit olyan, tényleg olyan kicsit, mint egy ilyen falkaszerűség, hogy így egy törzs, inkább egy ilyen törzsnek mondanám, ellentétben mondjuk egy királysággal. Lehet, hogy ez egy kicsit farsasabb, de csak a szoftverfejlesztési szempont, az érzésre mondom, hogy mindenkinek van beleszólása, mindenkinek a véleménye meg van hallgatva, fontos. Ez sokszor úgy érzi az ember, hogy lelassíthat, de ugyanakkor meg nagyon jó dolgok is ki tudnak jönni ezekből. Tehát erre érdemes mindig erőfeszítést tenni. És aki a cégtől jön, az azt érezheti, hogy
hát most itt ki a főnök? Tehát sokszor volt ilyen, aki újonnan jött, bedolgozott, az egyik ember ezt mondja, a másik, most kire hallgassak? És az van, hogy itt magadra, tehát, uh-huh. hogy neked, sokszor neked kell megvédened a te álláspontodat, különben nem kerül be a kódod a szoft a végtermékbe. Tehát akkor érdemes meggondolni mindent, meg őszintén hozzátenni ehhez. Nem? Tehát úgy tudsz igazán fejlődni ebbe. Milyen időtávokba kívül gondolkodni, ha valaki egy open source fejlesztésben gondolkodik, vagy saját kis bitcoinra épülő vállalkozást szeretne megvalósítani szerinted? Így, mint tapasztalt wallet fejlesztő. Szedjük szét a kérdést. Az egyik, amit kérdeztél, és ez nagyon-nagyon jó kérdés, hogy open source fejlesztőként érdemes-e így elkezdeni. Tehát én ezt nagyon ajánlom, tehát akár csak így munka mellett is, kisebb dolgokat, megnézni egy kedvenc projektedet például, ha van ilyen, vagy olyan szoftver, amit használsz, hogy kicsi dolgokat elkezdeni javítgatni a nyílt forráskódú szoftverbe. És a Wasabihoz rengetegen csatlakoztak be úgy kontribútorok, hogy jöttek és csináltak valamit. És az hasznos volt. Uh-huh. És aztán még egy kicsit csináltak, még jobban. És akkor közösség elkezdte őt beölelni, és egy idő után rendszeres kontribútorrá vált, és akár kapott ugye jutalmakat is az ő fejlesztéséért cserébe, végül is hasonlóképpen, mint én. De hogy itt az az érdekes, utána az emberben nincs meg az a hit, és mindenkit bátorítanák, hogy jöjjön oda, nézzen meg, mert mindenki hozzá tud adni valamit uh-huh. ezekhez a szoftverekhez. Tehát ha elindítod, megnézed, klikkelgetsz, használod a szoftvert, biztos, hogy tudsz valamit hozzátenni. Tehát 1000%, és ha a nyílt forráskóduk jól működik, és tényleg azok a hozzáállás van, hogy mindenkit szeretettel várnak, akkor az ő kódja az át lesz nézve, és lehet, hogy be fog kerülni. Tehát, hogy higgyen az ember magában, hogy az, amit ő tud, az hasznos. Tehát, hogy nem csak ő van azzal a problémával, ha ő látta azt a problémát, biztos, hogy más is belefutott, és ha te fejlesztő vagy, akkor te ezen tudsz változtatni. Tehát neked megvan az a szuper képességed ebben a tekintetben, hogy fölmész, írsz egy kis kóddarabot, kijavítod azt a hibát, és bekerülsz. Onnantól tied is egy kicsit a szoftver, tehát te, mint a tied, a te gyereked is lenne egy kicsit. Ja. Igen, úgyhogy én ezt bátorítom mindenkinek, és ha valaki anyagi, tehát hogy akár ebből lehet keresni is, tehát mint ilyen kis plusz pénzeket, úgyhogy ez így fontos, mert sokszor a Wasabinál azt láttam, hogy ott az történt, hogy kicsi kis hozzájás, stb. És egy idő után annyira hasznos volt, hogy azt gondolta a csapat, hogy akkor bevesszük őt állandóra. És akkor így be is került a csapatba. És nem csak kódolás. Tehát ez egy másik ilyen dolog, amit szerintem az emberek nem biztos, hogy tudnak. Ezért ezt kiemelném, hogy nagyon sokan, például volt olyan, aki csak helyesírási hibákat javított ki a szoftverbe. Akár a kommentekbe, uh-huh. akár a kis leírásokba. És hasznos volt, mert a fejlesztők nem ezzel foglalkoztak. Aha. Uh-huh. Vagy supportot csinált. Tehát, hogy egyszerűen jöttek a userek, kérdezgettek, és a fejlesztőkről levette azt a terhet, hogy adjon az a triviális kérdés, ami 51-ére van föltéve, azt megválaszolta. Ez is nagyon-nagyon hasznos volt. Tehát sok minden, vagy képeket szerkesztett. Például volt egy srác, aki mindig az fejlesztőknek az arcát áttette, ilyen grafik, mintha ilyen cartoon, ilyen rajzfilm figura lenne, meg volt egy csomó ilyen dolog. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel lehet hozzátenni a projekthez, nem csak kóddal. És ezt általában a GitHubon, vagy becsatlakozod a Slacken, a közösségbe, attól függ, hogy hol van a csoport, Telegramon. Én is, tehát így bátorítok mindenkit, hogy ha érzi, hogy úgy van szabad kapacitása, szeretne kreatíven, jöjjön be a közösségbe, kezdjen el beszélgetni, kérdezze meg, miben tudok segíteni. Lehet, hogy egyből kap valami feladatot, ha nincs ötlete. Ha meg van valami, amit ő talált, akkor azt meg csak tegye be. Ez egy kiváló módja annak, hogy az ember bővítse az ismereteit a bitcoinnal is, gondolom. Hiszen, hogyha valaki csak úgy fejleszt valahol, de már hallott a bitcoinról, és ilyen open source projektekhez
csatlakozik, akkor ez tök jó módja, nem? Mert működés közben látja, hogy hogyan működik. Meg az a fajta ilyen belső tapasztalat, meg kommunikáció, ami zajlik egy ilyen csapatban, az ilyen turbó pályára tesz rá, tehát ilyen hyperspace, mert olyan dolgokat mondanak, és sokszor ezek a fejlesztők nem egy elérhetetlenek, mint egy nagy cégnél, a nem tudom én, senior, nem tudom kicsoda, hogy nem lehet vele beszélni. Nem, tehát teljesen alapszinten működik mindenki, inkább egy horizontális elrendezés van így az emberek között, nem ilyen vertikális. Uh-huh. Például azt tudom, hogy én már nem vagyok ott, de a Wasabi például most minden hétfőn csinál egy meetinget, és bárkibe mehet, akár csak hallgatni, hogy miről beszélnek, milyen problémák vannak, milyen dolgok, vagy akár csak ráírsz valakire, hogy kérsz egy kis segítséget Slacken, és legtöbbször tényleg egy nagyobb válasz érkezik, tehát nem csak annyi van, hogy így azért, hanem, vagy akár ha GitHubot megnézed, ott is kommunikációk mennek, a púrik egy issút nyit valaki, hogy van egy problémája. Tehát jó, értelmes kommunikációk mennek, amiből rengeteget lehet tanulni, nagyon sokat. Én is ugyanezt az utat jártam be, 2018 környékén semmit nem tudtam, és akkor ugye én Ádámmal közeli, amúgy is ugye emberileg is kapcsolatban vagyunk, így barátilag, tehát ugye az egy nekem egy ilyen gyorsító pálya volt, tehát ott pár hónap alatt ott így, és megint csak ez a Matrix hasonlott, tehát hogy ő letöltötte így az információt az agyamba, amit kellett, nyilván nagyon sok mindent én sem tudok, de ami a fejlesztéshez kellett, azt így betöltötte, tehát ezek jók, tehát minél közelebb vagy, de érdemes bejönni, na, tényleg van egy ilyen vonzás, egy ilyen rezonanciája ennek a körnek, csak akkor tudsz, hogyha tényleg te is beleengeded magad valamennyire, bejössz egy meetingre, elindítasz valamit, egy kis aktivitás a részedről, az mindenképp jó fogadtatásban lesz része. Megéri. Most már nagyon szerteágazó, hogy mennyiféle projekt van, nem? Ami így Bitcoin ökoszisztémába épül. Tehát nem csak wallet-ek, hanem én láttam például ilyen automegosztóról is, hogy azt fejleszgették, ez a DeGenRise, meg mindenféle, tényleg nagyon sokféle van, úgyhogy szerintem mindenki talál benne hasznosat. Amit te most csinálsz, vagy amit ti most csináltok, az micsoda? Ugye volt egy hosszabb periódus a Wasabinál, ahol fejlesztettem. Történtek bizonyos változtatások a céggel kapcsolatban egy márciusban, úgyhogy most ilyen szabad kapacitásom lett. Uh-huh. Most elsősorban pihenek. És rájöttem, hogy mennyire nehéz egyébként nehéz pihenni, ugye? Nem csinálni semmit. Úgyhogy nem is sikerült annyira, mert most egy másik open source projektbe kezdtem el így dolgozni, amit Gingernek hívnak, Ginger Walletnak. Ez végül is a Wasabinak egy másik ága. Tehát egy nagyon hasonlít a két szoftver most még, de egyre jobban eltér a kettő egymástól. És említetted, hogy sok terület van a Bitcoinban, valóban nagyon sok terület van, és én nem is tudok sok területről beszélni, mert egészen egy politikai, meg ugye ez a társadalomra milyen hatással van, tehát hogy nagyon távoli témák is vannak, számomra távoli. Uh-huh. Én ugye alapvetően a fejlesztés, amiben ugye föltártam egy rabbit hole-t, meg ami azon belül ugye a privacy, az nagyon fontos, tehát én ezt anonimitásnak fordítom le így magyarul, mert nincs igazán ez a személyes adatok védelme, ezt nem lehet mindig kimondani, anonimitásnak mondanám a privacy-t. Uh-huh. Tehát ez az, amiben igazán mélyre ástunk. Ugye a Wasabi is egy olyan wallet, ami elsősorban az anonimitást helyezi előtérbe, és a Ginger is egy olyan wallet, ami ugyanezt az utat folytatja. Egyébként most a két projekt, ketten ő halad párhuzamosan, és ez szerintem egy jótékony együttműködés, és persze van benne egy kis verseny is, ami szerintem tök egészséges, és egyébként mások is dolgoznak még a privacy-n. Ez egy nagyon fontos téma a Bitcoinban.
az az igazság, hogy ha ez erre valahogy nincsenek megoldások, akkor nagyon sérül a bitcoin maga, mint pénz. Nem, mert ebben majd belemehetünk. Jó. Uh-huh. Most nem ez volt a kérdés. Mindenkinek fontos, igen, a privacy. Még azt mondanám, a vállalkozást kérdezted, hogy milyen nehéz elindítani egy bitcoinos vállalkozást. Szerintem nagyon sok minden alól mentesít a bitcoin, mint kezdő vállalkozó. Ha én arra gondolok itt Magyarországon, hogy vállalkozás, akkor a papírmunka jut eszembe, meg a könyvelő. És amikor fejlesztőként erre gondolok, akkor nagyon a motivációm hirtelen nagyon leesik. Vagy például, igen, tehát ezek a dolgok, ezek, tehát ne lássuk be, én nem értek hozzá, tehát fejlesztőként nem is akarok, viszont marhára szeretnék, van egy jó ötletem. Például nekem az egyik ilyen kedvenc projektem, hogy a Polo Feed volt, nem tudom, hogy elmékeztek erre, tehát csirkeetető. Igen, hát csirkeetetés Lightning-val, ugye? Lightning-gal, igen, tehát az volt az ötlet, hogy a Krapek kitesz egy kamerát a Baromfi udvarba, és amikor te befizetsz egy kis pénzt Lightning walleten keresztül, tehát így ráirányít a telefont a képernyőre, ott van egy QR kód, befizetsz egy dollárt mondjuk, ami neked semmi, akkor pittyen egyet a Baromfi udvarba egy etető, és kijön pár mag. És akkor a csirkék oda jönnek a magra, és felszedegetik. És ezt élőbe tudtad nézni a webkamerán, ami élő közvetítés volt 0-24-be. Szegény. És akkor most mindenkinek kerekedik a szem, hogy ez micsoda egy baromság. Szerintem jó pénzt csinált. Tehát ez mindenki modell. Ismerte ezt az oldalt, és hogyha naponta 200-an megetették a csirkét, akkor az 200 dollár naponta. És amit mondanék, hogy a bitcoin az felszabadít ilyen szempontból is. Mert hogyha a világon mindenki az ügyfeled, akkor te nyithatsz egy céget bárhol a világon. Ott fogsz nyitni céget, ahol ez nagyon egyszerű. Hmm. Például mondjuk Gibraltáron, vagy a Seychelles-szigeteken, vagy Dubajba, vagy ahol az adózás a legegyszerűbb. Persze, nyilván itt is van izé, de nyilván az elején úgy is el tudod kezdeni, hogy csak nem jelented be, mint a céget, hanem egyszerűen, mint donáció fogadod a bevételt, és akkor ennek megfelelően a magyar szabályok szerint leadózol belőle, aztán kész. Ugye van ez, hogy bejelented, hogy lett bevételed, és ennyi. Tehát, és amikor beindul, akkor majd elgondolkozz azon, hogy esetleg egy jobb adózásba lévő céget nyitsz valahol máshol, de mindenképpen attól mentesít, hogy te kell, hogy nyiss egy a bankszámláda, érkeznek be pénzek, és akkor nem tudják, hogy mi az, nem tudom esetleg, hogy pontosan így van-e ilyen, vagy nincsen, de mentesít ezek alól, így is szerintem teljesen megállja a helyét, tehát nincsen legális probléma ezzel a dologgal, és világszintűvé nyitja ki hirtelen a cég. Most képzeld el, hogyha te nyitsz egy kis céget, és akkor Amerikában valaki megeteti a csirkédet, és akkor azt hogy könyveled el, hogy te most Amerikából valaki fizetett neked. Bitcoinban ilyen nincsen. Tehát ott megvan, nem kell amerikai pénzküldésre rendelkező olyan számlát nyisd, amit tudod fogadni, nem. Csinálsz egy walletet, kinyitod, neked van egy jó ötleted, akár lehet az is, hogy az egyik része ingyenes, a másik része fizetős, tehát ezek is szerintem zseniális ötletek. És kész, felteszel egy BTCP szervert, ott vannak a kódok, kiteszed a termékedet, és elkezd jönni a pénz, és akkor eldöntöd, hogy utána mihez kezdesz vele. Úgyhogy megnyitja így a globális piacot, azt mondanám, hogy itt is bátorítám az embereket, ha van egy ötleted, fejlesz le, tedd föl, tedd be egy-két helyre a bitcoin közösségbe, egyébként nagyon támogatóak, tehát az egyik barátom például csinált egy kisebb projektet, ami végül is annyi volt, hogy ilyen országok vannak, és így el tudod foglalni ilyen kis szatosi küldéssel a másik országot, és akkor ilyen egyszerű dolgok. Ez tök jó. És egyszer csak valaki jelentkezett, hogy szerinte ez tök jó ötlet, és küldött neki egy jelentősebb összeget, hogy fejlesz-e tovább. Aha. Tehát, hogy megint csak ez a hit, hogy nem veszíthetsz semmit. Csinálj egy garázsprojektet, tedd ki, és a bitcoin az kiemeli abból, hogy garázsprojekt legyen, mert az egész világ hirtelen használhatja, és még
te viszonylag könnyen fogadhatsz is onnan bevételeket vagy donációkat. Tehát beárazzák az ötletedet valós időben kb. Igen. Tulajdonképpen igen. Tök jó. És tényleg csak a fantázia szabhat határt ennek, mert annyi, az embereknek annyi ötlete van. És ahogy mondtad is, hogy mindenki megragad itt, hogy na, nem akarok én nappal balhét. És akkor melyik könyvelő meg ki, hogy? És belassulsz, elveszted a dinamizmust, a végén meg ott dögölje meg, ahol van. Nem? Ez nincs a Bitcoinnál. Ez nincsen, de nem azért, mert hogy a nappal, mert könnyen, csak hogy az, hogy nem kell céget nyitnod, tehát én nyitottam egyéni vállalkozást. Nem egy nagyon nagy dolog, de azért tényleg úgy, most érted, itt a cinkék nekem itt jönnek a teraszra sokszor, kiteszek magot. És ez az ötletem, hogy milyen szép ez, és ezt én meg akarom osztani. És arra tudsz figyelni, hogy te mit akarsz csinálni. És csinálsz egy oldalt, és akkor a cinkéket kiteszed egy kamerára, és ha ez valakinek tetszik, oda teszel egy kis donation-t. Egyébként mit teszel oda? Jó, van a Patreon, van a PayPal, ezek is tudnak működni, de van a Bitcoin is, és igen, az is jó működik. Az még jobb, igen, is. Így van. Ja. Visszamegyünk esetleg a privacy fontosságához? Ja. Mert ott mondtad, hogy most nem az volt a kérdés, de belemelegettél, hogy szerinted mi az a terület, vagy mi az, ami miatt mondjuk a wasabi-s időszakodban is fontosnak tartottad a privacy-t, meg ami miatt most így elkezdted ezt a ginger-t, és biztos ennek is köze van a privacy-hez, és mégis valamit másképp csinálsz benne, mint a wasabinál, hogy mi ennek az eszenciája, úgymond, vagy a célja. Mm-hmm. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mint ahogy említettem. Ugye sokszor ezzel indult a Bitcoin, hogy mennyire anonim. Szerintem sok embernek megvan még ez a kijelentés. Nem tudom, hogy akik minket hallgatnak, vagy néznek, ők mennyire vannak benne a Bitcoinban. Megpróbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni, hogy akiknek fogalmuk sincs, hogy nekik legyen egy kicsi. Akiknek meg van, azok meg tegyék félre ezt a nagyon egyszerű magyar, nyilván csomó szempontból vérzik majd a magyarázatom. De tulajdonképpen az történik, hogy van egy közös füzet, amibe vezetjük, aki küldött kinek mennyit. Tehát fölírom, hogy Anti küldött Árpinak valamennyit, de nem azt írom oda, hogy Anti meg Árpi, hanem ti generáltok magatoknak egy hosszú szám és betűsorozatot véletlenszerűen, és az látszik a blockchainen, ebbe a könyvbe, hogy ez a számsorozat küldött ennek, és az összeg az viszont pontosan ott van, hogy mennyit. Tehát az bárki láthatja ezt a tranzakciót. Amikor én készpénzbe adok nektek pénzt, azt csak mi tudjuk. Azt, vagy aki ott van a boltba, és látja, hogy én odaadom a 20 000-est, visszakapok 15 000-et. Tehát az, aki ott van, az látja, hogy 15 000 itt lapul a zsebembe. Tehát ahogy kimegyek a boltból, ez egy információvá válik. Amikor én küldök pénzt bankkártyáról, akkor ugyan nem látják az emberek körülöttem, viszont a bank azt tudja, hogy én küldtem. Tehát ott is valaki látja, meg a banki alkalmazottak meg, stb. Akinek erre van éppen engedélye. Tehát ez valamennyire védelmet is nyújt, de ugyanakkor ott is azért megvan az, hogy látszik a dolog. És ugye ez már odáig megy, hogy pontosan tudják, hogy te, mit tudom én mondjuk, most szándékosan mondok valami durvát, elmentél abortuszra. Mondjuk nem mi, de mondjuk a barátnő. Tehát ez egy olyan érzékeny információ, hogy most pont volt is ez az ügy, hogy kikerültek egészségügyi adatok. Nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni. Tehát ezt azért mondtam ezt a példát, mert az, hogy te neked van személyes tered, az nem egy privilég, tehát ez mindenkinek járna. Tehát, hogy ez nem működik ez a dolog, hogy amikor azzal érve valaki, hogy de te neked nincs mit rejtegetned. Igen. És akkor el szokták azt fölhozni, hogy igen, akkor szereld le az összes függönyt a házadról. Igaz? Hát, vagy
minek van külön WC, legyen akkor a WC nyilvánosan. Tehát volt is egy ilyen reklámunk egyébként a Wasabinál, hogy a pisztoároknál volt egy ilyen szem föltéve, és akkor hogy akarod-e, hogy te biztos, hogy nincs mit rejtegetned? Tehát ugye nem arról szó, hogy te egyből bűnöző vagy. Arról van szó, hogy egyszerűen ez a fajta intimitás, privacy, ha te valamit meg szeretnél osztani magadról, oszd meg, de ne az legyen, hogy mindenki mindent tud rólad, hanem azt oszd meg, csak meg, arra legyen lehetőséged, amit szeretnél, és amit nem szeretnél, az viszont ne legyen kitéve. És ezért nagyon fontos az, hogy meglegyen ez a lehetőség. Most a Bitcoinban ez nincs meg ilyen szempontból, mert ugye, ahogy említettem, van ez a könyv, és ebbe a könyvbe látszak a tranzakciók, igaz, nem tudják, hogy te ki vagy, viszont ti ketten egymásról tudjátok például. Ti jó barátok vagytok, nyilván nem mondjátok el, hogy ez a számsorozat, ez az árpi, ez a másik számsorozat, ez meg az anti. De viszont van, amikor nem ilyen tranzakció történik, hanem mondjuk egy exchange-ről küldesz ki pénzt magadnak. Akkor az az exchange azt tudja, hiszen a főkönyvben benne van, hogy ez a számsorozat, ez a tied. És azt is látja, hogy arról utána én tovább küldök mondjuk az antinak pénzt. Lehet, hogy nem tudja, hogy ez az anti, de ha az anti is exchange-ről fogadott már pénzt, és csinál bizonyos kombinációkat, tranzakció kombinációkat csinál, akkor abból kiderülhet az, hogy ő ki. De majd mindjárt ebbe belemegyek, hogyha kell ennek a részleteibe, de a lényeg az, hogy ez egy előny, hogy van ez a nyilvános főkönyv, nevezzük akkor így, de ugyanakkor van egy hátulütője, és hogy ezt mindenki látja. És mint említettem, itt nem csak a sorban álló emberek látják ezt, vagy nem csak a bank, hanem a világon az összes ember látja. Tehát itt, ha te felfedődsz, a privacy probléma az sokkal, sokkal nagyobb problémát okoz, mint az, hogy a boltban látták, hogy te zsebre teszed a 15 ezeret, arról nem is beszélve, hogy itt nem 15 ezrek mozognak. Tehát, hogyha egy bitcoint átküldesz, és annak a visszajáróját látja valaki, hogy 0,99-et te visszakaptál, akkor is egy jelentősebb összeget költöttél el, de 0,99 visszamen neked, akkor azt tudják, hogy hát azért az már úgy nem tenném ki magamról, nem? Hogy 0,99 bitcoin itt van a zsebemben, mert kicsit veszélyes lehet. Szóval itt az anonimitás az egy trükkös kérdés. Persze kérdezhetné valaki, hogy miért van kint a főkönyv, ugye nyilvánosan, ugye ez meg a decentralizáltság miatt kell, tehát hogy ez a bitcoinnak a természetéből adódóan ez így van, ennek rengeteg-rengeteg előnye van, sőt máshogy nem is tudna működni a rendszer, de attól még a privacy probléma az fönnáll, és a Wasabi, vagy inkább nevezzük úgy, hogy maga ez a CoinJoin technológia, módszer, ez ad valamiféle megoldást erre, és én legfőképp ezzel foglalkoztam így az elmúlt 6 évben, hogy az ilyen rendszereket hogyan lehet fejleszteni, és hogyan működnek. Bevezetésnek ennyit így a privacy-ről, vagy az anonimitás, hogy ez miért fontos, nem tudom, hogy nektek van-e ezzel kapcsolatú tapasztalatotok, vagy hogy látjátok, ez paranoia, vagy tényleg van egy ilyen dolog? Szerintem a privacy az kell, tehát pszichológia is van mögötte, hiszen ha valaki ugye úgy él, hogy tudja, hogy minden tette publikus, akkor nem úgy viselkedik, mint ahogy azt magába is tenni. Tehát hogyha, ugye voltak ilyen kísérletek, amiket így, most tudom, pont esetleg szerintem pont Nópar mondta még itt korábbi adásban, de ezek ilyen ismert kísérletek, hogy amikor megfigyeltek rabokat, vagy olyan kísérleteket végeztek, hogy közösségeket kamerával megfigyeltek, akkor ott teljesen másképp viselkedtek az egyedek, mint amikor nem voltak így megfigyelve. Tehát a privacy ezt is behozza, ugye, amit mondtál, hogy mennyit osztok meg magamból, mennyit osztok meg az életemből, rátartozik-e másra az, hogy én miben mit csinálok, vagy nem. Csak manapság ugye ezt annyira mindenki a kényelem rovására lemondja, mert azt mondja, hogy jobb sokkal jobban kártyával fizetni, mert akkor egy nem kell visszajáróval szarakodni. Igen, nem csak akkor a bank meg olyanokat tud rólad. Tehát ha valaki Revolutot használ, és látja, de nem feltétlenül csak Revolutot, hanem egyéb bankok is vezetnek, ugye, hogy benzinre ennyit költöttél, kajára ennyit költöttél, kintevésre ennyit költöttél, sportra ennyit költöttél, utazásra, stb. Tehát ezek azért nagyon veszélyes irányok, nem? Tehát főleg így, amikor ilyen
mindenféle célokat tűznek ki itt a, hát most mondja, a kormányok, vagy mindenféle vezetők, hogy mit vágjanak vissza, milyen lakossági fogyasztást, akkor ezek nagyon veszélyes információkat tudnak az emberekről. Pedig csak a karbonlábnyomodat szeretnék csökkenteni. Hát például ez a karbonlábnyom, ez is olyan, hogy figyelj, most direkt nem mondom melyik bank, de szerintem mindenki tudja, mert nagyon sokan használják. Veszel valamit, egyből ott van, hogy te mivel most otthon zabáltál, ezért 50 kiló széndioxidot pazaroltál el. A bankköltség amúgy meg nulla. Széndioxid, kilogram. Szóval ilyen agymenések felé el tud vinni az, hogy nincs privacy. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos témakör. Illetve egy nagyon üldözött témakör is, ugye? Mert erre aztán rá lehet húzni egy csomó mindent, hogy biztos azért kell privacy, mert egy személy csaló vagy, és egy bűnöző. Közben nem? Az az igazság, hogy ezt akkor veszik sokszor már észre az emberek, amikor már velük történt valami. Uh-huh. Hogy ez mennyire érbevágó, és mennyire félelmetes tud lenni az, amikor ki van teregetve az életed. Ezt érdemes egy ilyen gondolatkísérletet csinálni, hogy ahol te tárolsz mondjuk információkat magadról, noha nem tárolsz olyan információt, ami illegális, mi lenne, ha egyszer csak kikerülne az összes az internetre? És akkor ez egy kellemetlen gondolatkísérlet, de érdemes megcsinálni, mert egyből beindít olyan dolgokat, hogy fú, hát lehet, hogy ezzel nekem is kéne foglalkoznom egy kicsit, hogy mennyire vannak védve az adataim. Jó helyen tárolom őket, le vannak kódolva. Olyan dolgok, amiket nem akarok, azt inkább elteszem egy biztonságosabb helyre, és a többi. Egy nagyon rövid eset csak pont nemrég történt. Most fejlesztői körökben volt egy olyan eset, hogy a Google-től kaptak e-mailt, hogy az amerikai titkosszolgálat lekérte az összes adatot 2 évvel ezelőtt a Gmail fiókjából. És ezt meg lehet csinálni, és már is az ember összeszorul a gyomra, hogy mi lenne, ha az én Gmail fiókomnak nem csak az e-mailek, minden Google szolgáltatást 7 évre visszamenőleg lekértek, és végig analizálták. Most mindegy, hogy milyen ügyben, jogos vagy jogtalan, vélt vagy vélelmezett dologba, de ennyi volt, kikerült a Google-nek, ki kellett adnia, és ott volt. Helyi információk, IP cím, minden. És amikor történik egy ilyen valakivel, akkor nekünk is ezt át kell gondolni, és ezek csak képek, de amikor pénzügyi információ megy, az még rosszabb, tehát az még nagyobb a súlya. És itt erről beszélünk most, amikor Bitcoin privacy-ről beszélünk, hogy ez egy nagyon-nagyon védett információnak kéne, hogy legyen. De akkor például... is, ha nem gazdag emberről van szó, nem? Mert nem feltétlen csak az, annak van titkolni valója, akinek mondjuk van egy egész bitcoinja, hanem akinek kevés van, az se akarja, hogy tudja a félvilág, hogy mennyie van, kinek, mennyit, mikor utal, senkinek semmi köze. Mire költ? Igen, hát most nyilván ez, akinek nem valós az életében, az kevésbé tud ezzel azonosulni, de például mi van, hogyha te bitcoinból bérled a lakásodat, és akkor a főbérlő ugye az látja, hogy neked mennyi a fizetésed, meg ilyen dolgok összejöhetnek, uh-huh. hogy a bitcoinba kapod a fizetést, vagy megtakarításod van bitcoinba, és akkor abból fizetsz ki neki, és akkor ő a tranzakciós láncon ugye láthatja, hogy neked mennyi a visszajárod, ugye most ez nagyon egyszerű példa, de hogy számos más ilyen heurisztika is van, amivel könnyen rá lehet jönni, hogy melyik tranzakció kihez tartozik, meg ott igazából mi történt. Ezeket nem akarja az ember. Akkor lehet, hogy ő megemeli, azt mondja, hogy mit magyarázol nekem, hogy neked nincs pénzed. Hát láttam, hogy az a bitcoin, amit fizettél, annak a visszajárója az $5,000, akkor megemelem neked, havi 10,000 forinttal megemelem, mert tudom, hogy van. Kibírod. Lehet, hogy ezt nem mondja meg neked, hogy ő ez alapján dönt, de amikor te mondod, hogy neked nincs több pénzed, akkor azt nem fogja figyelembe venni, mert tudja, hogy van. Ez egy nagyon egyszerű kis hülye példa volt, de uh-huh. ez ilyet lehet. Tehát a bitcoinban, hogyha erre nem figyelünk, akkor ezt lehet csinálni. És
itt jön akkor a privacy, és ennek fontossága, hogy erre fejleszteni mennyire jó. Hiszen ugye a privacy, ez az anonimitás, vagy magánszféra való igény, ez szerintem a jövőben meg fog nőni. Illetve hát már ugye most látjuk a jeleit, hogy mindenki azért így ezt észleli. Főleg, aki jobban benne van így a Bitcoinban. És milyen eszközök állnak most jelenleg rendelkezésre, amik így elfogadottak így a privacy növelésére? Hát inkább úgy általánosságú beszélnék erről első körben. Ugye a Bitcoin az egy interneten fent levő dolog, tehát legtöbbször az interneten keresztül interaktálunk vele. Ez azt jelenti, hogy az összes privacy szabály, ami az internetre kéne, hogy használjunk, az igaz a Bitcoinra is. Tehát IP cím alapján be lehet azonosítani, requestek, ahogy kimennek, időbeli azonosításokat lehet csinálni, IP cím lokál, ugye a lokalizáció, a geolokációt, tehát minden, ami az internettel kapcsolatos privacy probléma, az a Bitcoinnál is föl tud jönni. És ezért én két kategóriára osztom a privacy-t, az egyik a network, tehát a hálózati privacy, anonimitás, ez a network level privacy, ezt így mondjuk, és az ezzel foglalkozik, ezzel a résszel. A másik, az pedig, amit mondtam, a főkönyv, a blockchain, tehát a blockchain level privacy, és ha bármelyik nem működik jól, akkor igazából nincs privacy-d. Tehát, hogyha te csinálsz mindenféle titkos tranzakciót, meg nem használod olyan exchange portálokat, ahol téged be kell azonosítani, meg mindenféle dolog van, akkor még mindig ott van, hogy te az interneten kommunikálsz, és hogyha valaki igazán utána akar menni, és említettem ezt a Google-ös példát, persze mondhatod, hogy hát engem úgyse fognak, tehát itt az van, hogy akarsz privacy-t, vagy nem, hogyha igen, akkor oda kell figyelned mindenre. Meg akkor nincs ilyen, hogy csak félig csinálom, mert igen, a szomszédod elől, vagy a főbérlőd elől lehet, hogy levéded magad, de ugyanakkor nagyobb entitások már utána tudnak menni a dolognak. Vagy például ez nincs nagyon szabályozva annyira, tehát chain analysis cégeket fel lehet te is, ha odamész, hogy te szeretnél ilyen analízis szoftvert magadnak, akkor ki el fogják neked adni. Uh-huh. És akkor már is rákereshetsz már megint ez a szomszéddal, jövök. Nincs semmi baj a szomszéddal egyébként, csak ha nézi, a jó példa. Mondod a példát. Igen, hogy a szomszédot beregisztrál, és megnézi, mit dob a chain analysis. Chain analysis az hozzáfér az összes exchange-nek az összes, tehát nagyon sok mindent meg tud neked mondani. Nem fogja kiadni neked csak az FBI-nak, hogy ki az az ember, de bekategorizálja, és ad neked egy wallet clustert, egy ilyen csomagot, na ezek valószínűleg egy emberhez tartozik, igen, stb. Na, és így már kezd valóságá válni az, hogy akkor itt te analizálgasz dolgokat, mert hogy erre van simán lehetőség, és ők szerintem az IP címekkel is tisztában vannak, tehát ugye a Bitcoin hálózatban bárki felrakhat egy full nódot, én is felrakhatok full nódot, te is, és holnaptól fönn van a full nódom, és hogyha én figyelem ott, hogy milyen IP címek jönnek, mennek, milyen requestek történnek, tehát ha valaki mondjuk 50 címről megkérdezi, hogy mennyi a balansza, és ez egyszerre történik, akkor az valószínűleg egy emberhez tartozik. Tehát timing, ilyen időzítési dolgokat is lehet figyelni. Tehát, és ezen felül még van rengeteg dolog, amit lehet. Tehát itt el lehet bukni azért így a privacy-t, vagy például ugyanazt a nódot kérdezed meg. Például a Wasabi-ban ez is volt, hogy mindig más nódot, más nódtól kérdezel, más, tehát hogy csak részinformációkat adsz. Már azzal, hogy kérdezel, már azzal le tudsz bizonyos információkat adni, hogy mit kérdezel le. Tehát itt a hálózati oldalon is rengeteg megfontolást kell alkalmazni ahhoz, hogy te meg tud tartani a privacy-det. Ez egy nagyon, nagyon szofisztikált, ugye ezt a lánc példát szokták, hogy egy lánc, és hogyha a láncnak az egyik szeme az papírból van, és így széthúzod a láncot, akkor ott fog elszakadni. Tehát minden elemnek private-nak kell lenni, mert hogyha nem, akkor vissza lehet vezetni, akkor elvesztetted a privacy-t.
Tehát például, aki Node telepítésen gondolkodik, akkor hogyha Torra teszi a Node-ot, az mennyire védi meg ezt az egyrészt? Azt mondanám, hogyha te felhasználóként mész, és privacy-t szeretnél, az első lépés, hogy telepítsél egy full Node-ot magadnak. Uh-huh. És akkor te magadtól fogsz lekérdezni, és te tudod saját magadról, hogy te nem tárolod le azt, hogy milyen requesteket csináltál, meg nem tárolod le az IP címedet. Uh-huh. Vagyis letárolod, de hogy te nem fogsz azzal visszaélni az információt. Tehát az első nagyon jó biztos lépés, hogy egy full nódot csinálsz, és azt a wallet-et, amit használsz, beállítod, hogy csak ettől a nódtól kérdezzél információt. Uh-huh. Máshonnan ne kérdezzél, csak ettől, mert ezt tudom, hogy ez az enyém. És akkor az a nód szépen kommunikálgat. Ugye említetted a Tort, a Tor az egy internet fölé épülő anonimizáló hálózat, Tor Network, végpont-végpont titkosítást ad, tehát aki nem látszik a forgalomnak a tartalma, és az IP címedet elrejti, úgyhogy nem lehet tudni, hogy te melyik országból vagy honnan jöttél. Ez van is egy böngésző, ugye a Tor Browser böngésző, az ugyanerre a technológiára épül, és például a Wasabi-ban is ezt használjuk, meg számos más ilyen walletbe látom, például Green Wallet, meg ilyenekbe, hogy Torbe van építve. Ez egy jó módja annak, hogy ezt az IP cím problémát, meg időkorreláció problémát, ezt egész jól lehet kezelni a Torban. Uh-huh. Tehát én javaslom az olyan szoftvereket, amikben a Tor integrációhoz benne van, akkor az egy elég jó alapot ad, így, amit említettem, hogy a hálózati privacy megóvására arra egy nagyon jó megoldás. Persze lassú, persze van, hogy megakadások vannak, de ha ezt ügyesen implementálták, akkor ez nem veszed észre. Jól működik. Tehát akkor full node-ot Tor mögé. Ez az első lépés. Akár a full node-ot ki is teheted, egyébként uh-huh. most már a full node-ba egy 3-4 éve már be van építve a Tor is. Igen. Tehát be tudod kapcsolni, hogy Tor mögött legyél. Ez az a kérdés, hogy te a full node-odat akarod-e, hogy tudják, hogy te itt Budapesten, vagy akárhol is, vagy Kecskemét, Miskolc, te itt futtatsz egy full node-ot. Én személy szerint ezzel nem érzek olyan nagy problémát, tehát most akkor lehet tudni, hogy én itt futtatok egy full node-ot, de ennyi. Nagy nem, kontribútolok a hálózathoz, mert viszont pucér interneten gyorsabb a kommunikáció, mint a Toron. Kicsi. Úgyhogy az nyugodtan mehet, és igazából itt a fontos az, hogy a te wallet szoftvered az azzal kommunikáljon, azzal a nóddal, és ne menjen kifelé, mert onnantól lesz izgalmas az információ, hogy te már wallet, te a pénzügyi dolgokat kérdezgeted valamelyik nódtól. Mostanában divatos ez a VPN-en internetezés, mindenféle applikáció van. Ez segít-e a privacy-ben szerinted? Mert ugye itt is azért lehet ezekről is hallani, hogy hú, hát, hogy azt ne használd, mert azt tuti, hogy valami központi szervnek a proxia, vagy... Szerintem nagyon sokat segít az alap user-en. Uh-huh. Szóval, hogyha bemész mondjuk egy internet kávézóba, vagy akár itthonról netezel, ezek mögött, az internet szolgáltatók mögött mindig áll egy szerv, aki lekérheti az adatokat. Persze ez megint az, hogy nem vagyok bűnöző, úgyse fogják lekérni, de például az internet kávézóba ott fölmész egy wifi-re, és ott pucéran ott lógsz az ő hálózatukon, tehát nem kell nagy szerv, tehát a kávézónak, hogyha az routerére rámész, akkor ott látszik a kommunikációd. Igen. És ezt sokféleképpen lehet kihasználni, meg sok dolgot lehet csinálni, tehát egy VPN ez mindent kiüt, az ilyen dolgokat. Csak bekapcsolsz egy egyszerű VPN, például van ez az iVPN, most ez itt a reklám helye, azt hiszem magyar fejlesztés. Uh-huh. Igen. És bitcoinnal lehet érte fizetni, tehát hogy ez tényleg anonim, mert ugye sok VPN-nél odamész, anonim leszel minden, kártyával kifizetheted. Kérjük, igen, add meg a kártya adataidat, meg mi a neved, meg hol laksz, hogy tudjuk kiszámolni az adózásodat, és akkor ott nekik megvan, hogy te ki vagy. Az iVPN-nél ez nincsen, ez csak egy kis szösszenet volt, de a lényeg az, hogy én javaslom, aki privacy-ben mozog, hogy a VPN-t
pusztán nem feltétlenül a Bitcoin miatt, mert a, mint említettem, hogy sok szoftverből van építve a Tor, és az önmagában elég. Uh-huh. De hogy úgy, mint a laptopra, vagy ha így tényleg mozogsz, akkor én ajánlom, hogy a VPN-t, hogyha tényleg a privacy-re nagyon rá akarsz menni, akkor legyen VPN-ed, uh-huh. és mindig kapcsold be, amikor fölmész. De egyébként a Tor az így önmagában kiváltja a VPN-t, tehát az még jobb. Uh-huh. Bennem még felmerült egy kérdés, amikor mondtad, hogy ugye ezek a CoinJoin típusú tranzakciók, de ezt ugyan már mondtuk el adásba, hogy ez mi, de szerintem nem baj, ha megismételjük, mert itt 10 adásonként el lehet sütni, hogy mi ez a CoinJoin, hogy összetudnád foglalni azoknak, akik nincsenek mondjuk olyan magasabb szinten, hogy ezt tudják, hogy mit jelent? Persze. Először azt mondanám, hogy ugye van egy tranzakciós láncok, szóval uh-huh. tulajdonképpen a bitcoinnak egy alapegysége a tranzakció. Létrejön egy tranzakció, és akkor úgy kell elképzelni, mint egy ilyen faszszerkezet, ami vagy növekszik, vagy csökken, de a lényeg az, hogy valaki küld valakinek, és megkapja a visszajárót. Ez például egy tipikus tranzakció. Tehát van egy egyága a tranzakciónak, itt a bemenettel, és van két ága, amin kimegy. És akkor itt szétosztik az összeg. De ez lehet akárhogy. Lehet úgy is, hogy 5 bemenet van, és 5 kimenet van. Bármilyen tranzakciót létre lehet hozni a blockchain-en. Talán, ha hasonlatot kell mondani, akkor képzeljetek el egy vízhálózatot. Jön a víz, egy csövön jön a víz, és a lakásodba szétosztik mindenhova a víz. És akkor ezt a hálózatot, ha lerajzolnád, akkor ott lenne egy ilyen, hogy itt jön a bejövő víz, és itt kimegy a kerti csaphoz, kimegy egy része az íze, akkor itt bejön, de itt még elágazik két felé, mert a fürdőben két mosdókagyló van, akármi, és akkor ezt lehet látni az interneten, mint egy ilyen faszszerkezet, hogy itt bejött a víz, a bitcoin, és errefele kiment a bitcoin. Uh-huh. És sokszor ezek nagyon egyértelműek, hogy mi történik, tehát, mint említettem, hogyha valamiért fizetsz, akkor általában egy vagy több bemenet van, abból már lehet sokszor tudni, hogy az mindegy emberhez tartozik, mert összevont több coint, mert egyébként coinok vannak a bitcoinba, ez erről majd beszélek még, hogyha ez érdekes. Ilyen szempontból olyan, mint egy pénztárca, tehát kinyitod a pénztárcát is van, 5 forintosod, 10, 50 forintosod, 500-asod, van már 500-as? Nincs már 500-as. Nem tudom. De van, még 500-asunk még van. Tehát összekombinálod kisebb coinokból, pénzérmékből a nagyobb összeget, és úgy adod oda a pénztárosnak. Na ez pont így van a blockchain-en is, hogyha nincs annyi vizet, akkor összekombinálod kis pénzekből, és fizetsz, és te visszajárót kapsz. És akkor ez egy olyan tipikus tranzakció. És akkor itt jön be a CoinJoin, hogy ez egy láncolat. És amit említettem, hogy ez a láncolat, ez sokszor sok minden következtetésre tud adni okot, információt, hogy hogy áramlik a pénz. És az a lényeg, vagy akár egy nagyon egyszerű példa, amikor te küldesz, egymásnak küldtök, vagy a főbérlőnek küldtél pénzt, ugye akkor pontosan tudja, hogy te ki vagy. És akkor itt jön a kérdés, hogy hogy tudom őt leszedni arról, hogy ő tudja látni ezt a láncolatot, hogy én a jövőben mit csinálok, vagy mit csináltam a múltban. Tehát amikor én megosztom azt, hogy figyelj, már itt van a címem, ide küld a pénzt, akkor én ránézek arra a címre, és látom, hogy arra a címre, honnan, ha érkezett korábbról pénz, akkor azt látom, hogyha te csinálsz később tranzakciót, akkor meg azt látom. Vagy aki nekem fizet, annak megnézem, hogy itt a címem, küldjél ide pénzt, és megnézem, hogy ő honnan küldte a pénzt. És megnézhetem azt is, hogy ő kapott visszajárót, tehát és akkor így tovább. Ez mindig ez a visszajáró, mert ez a legegyszerűbb példa, de hogy több 10 ilyen heurisztika is van, lehet, hogy még több, amiből ezeket ki lehet találni. És akkor itt van, hogy break the chain, tehát hogy a láncokat, hogy lehet ezt a láncolatot megtörni, úgyhogy nagy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy jó, csinálok itt valamit, és eddig tudják a láncot, lehet, hogy jól tippelnek, lehet, hogy nem, de nem tudhatom, hogy mit tudnak, és akkor ezt a láncot, ezt el akarom törni.
egy adott ponton, hogy tudjam, hogy azután már biztos, hogy nem tudják lekövetni, hogy mi történt. És ezt minden alkalom, amikor csinálok valami ilyen tranzakciót, akkor én megpróbálom ezt a láncot így megtörni. Mondjuk úgy, hogy itt jön a cső, és akkor itt van valamilyen felhő, vagy valamilyen nagy gombolyag, és akkor itt a cső másik oldalán nem lehet tudni, hogy melyik szál az enyém. Zuhany rózsa. Egy zuhany rózsaszerűség, igen, egy két oldalú zuhany rózsa. Ezt ugye azért mondod, mert egy CoinJoin tranzakció az úgy néz ki, hogy nagyon sok bemenete van, és nagyon sok kimenete van, és eddig a bemeneti oldalon még lehet, hogy tudják, hogy te ki vagy, viszont a kimeneti oldalon meg nem tudják, hogy melyik az a te pénzed. Tehát nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ami többsebb érzik, én adok, van egy 20 000-esem, rajta van egy nyomkövető, vagy a sorszámot tudják. És ezt a 20 000-est én bárhol fizetek ott, az, aki tudja ezt a sorszámot, az tegyük fel, mondjuk le tudja követni, hogy én fizettem az Aldiba, visszajött a visszajáró, akkor azt megint nézi, elmentem a kínai boltba, ott is fizettem, és akkor ezt így látható. És akkor hogy tudok ettől megszabadulni? Hát úgy, hogy kicserélem ezt a 20 000-est egy olyan 20 000-esre, aminek a sorszámát nem ismeri az, aki figyel. Tehát én jövök, igen, kicsit falsa példa, de hogy kicserélem egy, tegyük fel, hogy egy új 20 000-esre ki tudom cserélni, és akkor azt a másikat, azt meg megsemmisítem. És a nagyjából ez történik a CoinJoin-ba is, hogy bejön egy érme, és én magamat ugyanannyit visszakapok, mint amennyit beraktam, de már a véletlenszerű számsorozatok, ugye a címek, azok már újonnan generáltak, és annak, aki ezt figyeli, a kimeneti oldalon már ismeretlen, hogy melyik lesz az én kimenetem, mert van 400 bemenet, és van 400 kimenet, szó szerint egyébként tényleg ilyen nagyok ezek a tranzakciók. A 400 közül nem tudja kiválasztani, mert nyilván nem ugyanúgy kapom vissza olyan tételekbe a pénzt, ahogy beküldtem. Tehát, ha én befizetek 21215-öt, és visszakapok 21215-öt a másik oldalon, akkor lehet tudni, hogy én melyik vagyok. Nem így van megcsinálva a technológián, befizetek 21415-öt, és mondjuk 5000-eseket kapok vissza. És még mellettem 100 user ugyanúgy 5000-eseket kap vissza. Tehát az látszik a kimeneti oldalon, hogy van vagy 200 darab 5000-es kimenet, és abból valószínűleg valamelyik az enyém, de hogy melyik, azt csak én tudom, mert én rendelkezem a wallettel, meg én generáltam az adreszt. De aki ezt kívülről nézi, az nem tudja megmondani. Sőt, a Wasabi-ba az volt ugye a csodálatos, Ginger is ugyanígy működik, hogy ezeket a dolgokat egy koordinátor segítette, hogy ezt a meg tudják csinálni tranzakciók. Egy koordinátor, ez egy szerver szolgáltatás, egy szoftver. Úgymond ő volt az, aki az üzeneteket továbbította, hogy ezt a userek együtt meg tudják csinálni ezt a nagy tranzakciót. Úgy van megírva most is, hogy a koordinátor se tudja, hogy ki az, aki bejött, és melyik kimenet az övé. Mert írdatlan kriptográfiai mágiával ez meg lett oldva. Úgy, hogy ne tudjon senki csalni se. Tehát ez egy nagyon raffinált technológia. De így önmagában a CoinJoint azt többen is csinálják, tehát ugye annó még volt a Samurai Wallet, ugye csinálta ezzel a Whirlpool-al, van a Join Market is csinálja, és a Wasabi is, meg a Ginger is csinálja ezt a CoinJoin technológiát. Meg még lehet, hogy más is, amiről nem tudok. De ez egy módja annak, hogy a blockchain level privacy-t ezt meg tud valósítani. Van még számos más technológia, amiről kevesebbet tudok, például a coinswap-ek, meg lehet okoskodni, hogy bemegyek egy exchange-re, és akkor hát az exchange-en úgyis regisztrálnod kell magad, tehát ott már nem ott van a magic. Alapból elveszik. Szóval ez egy módja a privacy-nek, ez a CoinJoin. És a Ginger Wallet miért jó? Azért jó, mert szerintem talán könnyű használni, a legkönnyebb használni. És ez igaz a Wasabi-ra is, bár a Wasabi-nál most neked kell eldöntened, hogy melyik koordinátort választod. Tehát ott van egy plusz lépés számodra, el kell döntened, hogy kinek a koordinátorára mész rá. A Gingernél ez nincsen. Föltelepíted a szoftvert, a szokásos wallet interfészt látod, van egy tranzakciós lista, hogy mit csináltál,
van egy küldés, meg van egy fogadás gomb. Fogadsz pénzt, és ha akarod, elindítod a CoinJoin szolgáltatást, ami egy nagyon egyszerű kijelző mutatja, hogy a te pénzednek mekkora százaléka lett anonim. És amikor 100%, akkor úgymond le anonimizáltad az egész pénzedet, és akkor utána tudsz küldeni ebből a leanonimizált dologból, meg a szoftver mindig próbál úgy okoskodni a coinjaiddal, az érméiddel, a 20 000-eseiddel, hogy olyant coint küldjön el, hogyha tud, ami már anonim. Tehát, hogy ne fedje föl azt, hogy te ki vagy. És akkor kérdezted, hogy mi ebbe a nagy. A legnagyobb szerintem az, hogy ezt ő megcsinálja a háttérbe. Tehát te nem látsz coint igazából, hanem neked van egy progress bárod, ott hagyod, lecoinjoinolod a pénzedet, és amikor küldesz, akkor a szoftver magától válogatja azokat a dolgokat, amiket kell. Tehát ilyen user-friendly-nek mondanám. Wow. Ez tök jó. És most már ugye magyarul is van, hogyha ez még valakinek plusztat hozzá. Lefordítottuk ugye a szoftvert. A Wasabi még nem fordította le, lehet, hogy majd ő is lefogja. Nagyon hasonlít még egyenlőre a kettő egymáshoz. És használható a Ginger ilyen hardware wallet kezelőként is? Egy cold card walletet mondjuk hozzá tudok csatlakoztatni, és az összes azon lévő Bitcoin UTXO-t a Ginger kezeli? Vagy erre nem alkalmas? De tudja ezt is. Tök jó. Annyi a megkötés, hogy aztán azt érdemes elmondani, hogy ez teljesen ingyenes ez a szoftver. Ezt küldésre, fogadásra, arra, hogy a Tor, amint említettem, a Tor benne van arra, hogy figyel oda, hogy kezeli a nódokat, tehát a network level privacy-t csinálja. A blockchain level privacy-ért, hogyha CoinJoin-olni akarsz, tehát használod a szerver szolgáltatást, ami a CoinJoin koordinátor, azért valamennyi pénzt elkér, plusz, mint ahogy egy sima tranzakcionál is ki kell fizetned a bányászati díjat. Tehát ezen ne lepődjön meg senki, hogyha ezt elkezdi használni, akkor ennek lesz valamennyi díja, ez ott le van írva, hogy mennyi. A Wasabi-ba ott például van, aki ezt ingyenesen csinálja, ezt a dolgot, viszont ott nagyon sok más emberrel is mixelsz együtt, meg ki kell választanod mégiscsak egy koordinátort, hogy melyik az, amit te szeretnél használni. Tehát ott van egy kicsit ilyen olyan oldala, hogy rád van bízva, hogy melyik koordinátor az, amit használsz, és hogy kivel fogsz együtt bekerülni egy közös tranzakcióba, az is ugye a te döntésed. A Gingernél ez nincs, letöltöd, elindítod, és maga a Ginger az ad neked egy olyan koordinátort, ami mögött végül is van egy cég, tehát nem egy ilyen user futtatja az interneten. Hogyha valakinek ez ad plusz érzetet, akkor ez lehet, hogy valakinek fontos, lehet, hogy valakinek nem, tehát nem azt mondom, hogy ez egy nagy plusz feature, de minden esetre az, hogy nem kell állítgatnod, meg konfigurálnod, meg ilyen döntést hoznod, hogy melyik koordinátorra mész, olyan szempontból mindenképp jó. Hát nekem kedvet csináltál hozzá, én még nem próbálgattam, de most biztos fogom. Hol érem el? Örülök neki. Ginger Wallet, tehát gingerwallet.io a weboldalunk. Szuper. Úgyhogy ott lehet olvasgatni, hogy hát nagyon röviden le van írva, hogy végül is ugyanez, amit elmondtam. Klassz. Izgi. Tényleg tök jó. Hát, Dávid, köszönjük szépen, hogy egy ilyen kis rövid órára itt ráértél, és beavattál ezekbe a dolgokba minket, mert szerintem egy nagyon érdekes volt ezt hallani, és... De még szerintem rengeteg minden maradt benne, úgyhogy nagyon szívesen várunk vissza bármikor ilyen témákkal, hogyha van kedved. Köszönöm, hogy itt lettem. Én is úgy gondolom, hogy sok minden van még, amiről tudom beszélni, úgyhogy nagyon szívesen. Nem lehet egy órába összefoglalni. Nézőknek meg köszönjük a figyelmet. Így egy óra fölött járunk, úgyhogy most lekerekítjük. Köszi a figyelmet, és jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok.
Fiat is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, all thinking that they earn for themselves, believing the money they use is a tool of trade, not of control. You have to understand that most of these people are not ready to see it. Many of them are so invested, so hopelessly dependent on the system, that they would fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you thinking about cheap money? I was... Look again. Freeze it. This isn't a free market? No. It is a system designed to do one thing. Take power from us and give it to them. Who are they? Cantillionaires. They can manipulate and steal any value stored within their system, directing us into a dystopia where they say we'll own nothing but be happy. Within Fiat, they are the masters, and we are the slaves. We have survived by begging for bigger handouts from the money printer, but they are the gatekeepers. We store our hopes and dreams in the tokens of their false promises, and the only way out is to fix the money. Bitcoin. I won't lie to you, Neo. Every other attempt at independent money and every electronic cash has died. But where they have failed, Bitcoin will succeed. Why? I've seen journalists who expose them ruined, watch them defraud us for trillions, and no one went to jail. But their wealth and their power are still based on a world where they must sell their souls, and because of that, they will never be as sovereign or as free as you can be. What are you trying to tell me? I can sell my Bitcoin for millions one day? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.